Szevasztok, Szilton vagyok a LootMastaztól, ez pedig ismételten a Strategic Mind Fight for Freedom amerikai kampánya. Az előző videóban sikeresen partra szálltunk Normandiában, most pedig lenne egy stratégiai fázis keretein belül felkészülünk a Market Garden hadműveletre, azokra a bizonyos ejtőernyősök kimentésére. Nézzük, hogy szakértőink mit mondanak az témakörben. I agree with Patton. The plan is quite risky, but the gains could be enormous if it succeeds. Of course, Field Marshal Montgomery will be even more full of himself, but that's a price we can pay for liberating Belgium and the Netherlands in one fell swoop. If my plan is successful, which it will be, no doubt, we'll open a direct road to Berlin. That's quite a prize, isn't it? But then, let's not count our chickens before they are hatched. I heard the Germans have fortified the route we're taking. Flamethrowers and sappers will come in handy. Montgomery's plan is too risky, and this is me saying that. Make sure our tanks are ready to rush the enemy the moment we give the word. Something tells me our paratroopers might end up in dire straits. Akkor az egységeinket. Ó, te jó ég, mi ez? Ilyen sok mindenünk van. Hát be kell szállni. Jó, ez az HQ. De én nekem ne legyen már egy gombban. Nekem legyen már tank.
felvételem gyorsabban. Így maradt 50 pontokra van jó nyerni a következőben. Úgyhogy akkor most legalább azt mondja, hogy két csillagosra kezdtem kintőnő. Tehát akkor nézzük az equipmenteket. Arról volt szó ugyebár, hogy kellene fognak szapperok. Nem, a flamethrower az szinte nem nagyon van. De akkor legyen artisanal ammunition. Szapperok. Rájuk se lehet semmi más nagyon pakolni. Legyen akkor Browning, mit tudom én. Az M18-as az egy Tank Hunter, úgyhogy ő is frontline-os tumolvány. Ez additional ammunition nem kell, mert nincsen overrunja, tehát körönként egyet fog tudni lőni. Ezért Browningot adok neki, hogy azt az egy lövést azt erősebben hagyja végre. Van a radar. Na most a radarhoz hozzá kellene csapnunk egy heavy searchlight-ot. Kitűnő. És mit még? Ha éppen úgy jön, akkor legyenek aknaszedői a tűzérségnek, additional ammunition, azt nem tudom, hogy minek. Gyújtóbombák, ilyet legyen armor. És mit adjunk még nekik? Mindegy, ez kell, hogy fog később legyen így. Gyalogság, jó. Gyalogságnak vannak kacsái, szapper és a mortár helyett flamethrower, mert az úgy mindig jobb. Mortár helyett szapper és flamethrower. Nagyszerű, nézzük a repülőgépeinket. Van aerial kameránk, ahhoz hozzácsapunk még egy aircraft radart. Mi a Norden bombsight? Ó, hogy egy ilyen mindenfélét, mi? Te mi vagy? Prestige Cost per Attack 5. Ó, van, az nem semmi. Így. Nézzük a B26-osainkat. Gyújtóbombák nem kellenek. Gyújtóbombák helyett legyen a bombsight. És akkor mi ez? High Velocity Aircraft Rocket. Designated Ground Evil Targets. 3 prestige-be kerül a használata, 4 prestige-be. AP, gyújtóbomba. Plusz 10 fuel. 20 fuel, de mínusz egy muníció. Jó, legyen a téli ruha, kölleni fog. És bombsight. És téli ruha. Így. Aztán nézzük, hogy mi
Milyen felszereléseink vannak itt nekünk? US Army Rangers. Illetve regulárok. Rangerekből még kettőt tudnánk venni. Upgrade-ezhetjük-e őket? Igen, hát lényegűleg kapunk 1 000 000 vackot. Abban a pillanatban upgrade-ezve. Tankjaink azok M4A176-osok. Azból egyelőre nincs jobb. Greyhound, M18, GMC. Mire jó ez az M12-es? Aha. Messzebbre lő, kevesebb lőszer, ami nem igazán számít. A védelme gyöngébb, a közlekedése ugyanaz. Messzebbre hord és nagyobbat is baszoda. Én a mondó vagyok, hogy én ezt lecserélem. A Priestet lecseréljük mink. Repülőgépek, Mustang, B-26. B-17-es pedig Strategic Bombing. Dive Bomberok. Jó, mindegy, maradjunk akkor ennyiben. Recon, tank, assault gun. Assault gununk nincsen is. Ez az arti, anti-tank, anti-aircraft. Nincsen assault gununk. Ez a Sherman sorozatból, a 105-ös 105 mm-es ágyúval szerelt M4-es tank. Édes anyikám. Vigyáznom kell velük, mert ezeknek nincsen heavy armorjuk, mint a briteknek, ami volt, meg a németeknek, meg az oroszoknak is valójában a heavy tankokkal. Hogy ezek igen-igen sérülékeny kis országok egyelőre. Ennek ellenére veszünk egy assault gunt, mert hát na legalább képviselhetesse magát a szektor. Illetve tankból is veszünk még kettőt. Így. Agresszív manőverek és így. Nagyszerű, rendezzük el a felszerelésüket. Space Darmor, remélhetőleg valamennyire segít. A túlélésben. Ez a rohamlöveg. És mivel a rohamlövegnek nincs overrunja, így maradunk ennél a felállásnál. Jó, marad 750
tudtunk, prestízsünk már, na csak kinyögöm, azt meghagyjuk a következő körre, mert úgy érzem, hogy szükség lesz rá. Na nézzük, hogy miből élünk a marketing. Congratulations on your promotion, Field Marshal Montgomery. Why, thank you. I have done quite a bit of real soldiering in my life. Naturally, 5 stars reflect that better than 4. Prime Minister Churchill seems to think so. But down to business. We must take the Ruhr industrial area from the Germans. Any thoughts? My staff and I have a plan for a surprise offensive. We'll capture the main bridges and cross the Rhine River. The paratroopers will lead the charge on this one. A bold plan. The gains could be enormous, but the risks are high. Give me full control of the operation, and I'll negate those risks. One hard push in the north will open the road to Berlin. Berlin, of course, is the main prize. Field Marshal, I can't give you full control over all Allied resources, but I will give your army group's supply priority. Splendid. That is all I need. I will also transfer the paratrooper corps to your command. But Montgomery, you must act only when you're absolutely sure of success. Let's leave the gambling at the poker table. Gentlemen, Operation Market Garden, devised by Field Marshal Montgomery, has gone belly up. At first, our paratroopers landed in the enemy's rear and took the key bridges in Eindhoven, Nijmegen, and Arnhem. They ended up encircled immediately, and our mechanized units are advancing too slowly to help them on time. So far, the paratroopers have managed to hold off the enemy, but the situation is critical. I order you to break through to them at any cost and secure the bridges they captured. Without them, there will be no Allied offensive in the Netherlands. Gambling doesn't seem to be your strong suit, Monty. Look at the mess you've gotten our boys into. You've taken them a bridge too far. That plan was superb, and you very well know it. It just didn't account for several German divisions, which our intelligence service has somehow managed to miss entirely. Gentlemen, enough. Those paratroopers need our help, so help we will. Mobilize all available forces and break through to our boys. We cannot lose our elite units like this. Now make haste, while we still have somebody left to save. Tehát, hogy erre felé kell menni. És ez a szolgálatunkra. Avoid heavy casualties among the paratroopers. Hát jó, ennek nem kellene, hogy olyan hűde nehéznek legyen így hirtelenjében. Ha a páncélos erőm java részét ide koncentrálom, úgy vélem, hogy a többiek el lesznek itt magukkal. Nem tudom, hogy ezeket a szentségeket itt hogyan fogom elfoglalni ezeken a pöcskis szigeteken. Egyáltalán hogy van elképzelve.
esetre rohadtul érdekes. Hága, Rotterdam, Utrecht. Yes, Commander. Tankvadász, vagy rohamlöveg, vagy mi az is tennyila. Tank busters on standby. American artillery reporting. Meg az arti, a földerítő brigád. Recon vehicle, prime for action. Meg a gyalogság pedig ide. Légierővel, hát itt van légipedezet rendesen. Valójában mindenhol van légipedezet rendesen. Úgyhogy akkor merőhezből rakjuk ki őket ide. Jó. Tehát páncélosokkal át kell törni ezen az egész hoblivancon. Légifedezettel, de gyalogsági támogatás nélkül. Mi van itt? Van egy Greyhoundom. Ez is egy rohamlöveg. Van egy Churchill 4, ha bekiszarni. Nagyon jó. Szóval akkor áttörést kell produkálnunk, aztán meglássuk, hogy mi lesz. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, most már teljesen kiégett a fejem itt a közvilágítástól. Ennyi voltunk akkor mára. Én még mindig széltoló voltam, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videóban. Na, szevasztok!